Kedves Monostori László, hallgattam önnel egy riportot, ahol az egyik kérdésre azt válaszolta, hogy 50 év után a Staki olyan, mint egy sziget. Mire gondolt? Mit nyújt ez a sziget? Tulajdonképpen azzal kezdeni, hogy idén leszünk 60 évesek, tehát hogy megy az idő. Én magam is úgy éreztem az elmúlt évtizedek során, hogy itt a rendszerváltás előtt időszakban is különböző, mondhatom, tehetséges emberek dolgoztak együtt, ahogy Vámos Tibor szokta emlegetni, nyugati lapok jártak a könyvtárba, utazhattunk nyugatra, kapcsolatokat építettünk, én is ösztöndíjra mehettem kétszer, tehát ilyen szempontból egy nyitott intézet volt. Ismertek minket már rendszerváltás előtt is nyugati egyetemeken, kutatóintézetekben. Igazából ebbe az intézetbe különböző politikai nézetű emberek tudtak mindig együttműködni, és tisztelték egymást, ahogy én láttam. 1953-ban született Budapesten. Már háború utáni nemzedéknek mondhatjuk. Milyen gyerekkora volt? Szerintem nagyon örömteli gyerekkorom volt. Kispesten éltünk egy családi házba bátyámmal és szüleimmel. Édesapám agrármérnök volt. A környék, a szomszédok, a iskolatársak, az osztályfőnök iskolába olyan környezetet teremtett, hogy igazán boldog gyerekkorom volt. Középiskolába, a Fazekas Mihály gimnáziumba járt. Mesélne egy kicsit erről az iskoláról, esetleg valamilyen tanárokról, diáktársakról, igen, akikre szívesen emlékszik? Hát ez úgy kezdődött, hogy édesanyám volt velünk minden nap. Sokszor lefekvés előtt matek példákat adott a bátyámnak és nekem. És nekem a szerencsém volt, hogy én 3 évvel fiatalabb voltam, mint a bátyám, aki szintén a Fazekas matek osztályba járt, a híres babai féle osztályba. És emiatt nekem nagy előnyöm volt talán a kortársaimmal szemben. Nyeregettem versenyeket, és álltam a Fazekas előkészítő szakkörébe, ahol egyrészt olyanok oktattak, akik korábban a leendő osztályfőnököm osztályba jártak, Komlós János osztályába, akit bácsinak neveztünk, itt ismertem meg nálam 4-5 évvel idősebb fiatalokat, akikkel jó viszonyba kerültünk, Pitner György, Pósa Lajos. 1976-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett. Hogy került a villamoskarra? Milyen kollégákra, tanárokra emlékszik szívesen? Hát a gimnáziumban mellettem majdnem végig Polonyi János ült, aki később emelt is professzor is lett fizikából, és ketten gondolkoztunk, hogy matematikusok legyünk, vagy fizikusok. És akkor ezt csak jött az ötlet, hogy a kettő között hátra ott van a villamosmérnökség. Én az is lettem. Szerencsénk volt, hogy akkoriban indult a digitális számítástechnika szak, és mi miért programoztunk is a Fazekasba, tehát ott az egyenes út volt, hogy oda jelentkezzünk. A kutatási témám az elméleti villamosságtan tanszéken volt, miközben már nagyjából elköteleződtem a Stakiba egy egész más területen, a gépipari automatizálás területen. És abban az időben a Stakiban ez a gépi automatizálás az mit fedett, vagy mire vonatkozott? Egy 60-70 fős főosztály volt 60 József vezetésével, és őszintén megmondva számomra a terület idegen volt. De mégis már elég hamar rájöttem én is, hogy itt olyan komplex dolgokkal kell foglalkozni, csak ha arra gondolok, hogy milyen komplex egy megmunkálási folyamat, de ez végigmegy egész a világméretű beszállítási hálózatokig. Tehát mindenütt meg lehet találni az embernek a feladatot. És egy szuggesztív egyéniség volt 60 József, és olyan érdekes fejlesztések voltak itt, lényegében az embargó letörésére, a környék első numerikus szerszámgépvezérlőgép, az úgynevezett Dialog CNC, amivel állítólag még az amerikai szenátus is foglalkozott, a grafikus diszplé, a GD71 és GT80 család. Tehát arról volt szó, hogyha valamit akart az ember csinálni, azt ki kellett fejleszteni. Tehát egy kiváló fejlesztő társaság volt itt. Én ennek a kicsit a vége felé csöppentem be a Dialog CNC kapcsán.
ezek után rám bízták, hogy a már kész dialóg CNC-t illeszem a SZIM szelszegnipari művek által gyártott megmunkáló központhoz, és vigyem ki az egészet a milánói szelszámgépi világkiállításra. Igen. És hát sikerrel történt a dolog. És akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogy lehetne az alap szelszámvezérőt továbbfejleszteni. Az egyik az volt, hogy egy új központi egység kártyát fejlesztettem ki, amelyik aritmetikai kóprocesszort is tartalmazott, azzal a számításokat jelentősen fel lehetett gyorsítani. És Várady Tamás barátommal elkészítettünk egy úgynevezett baseline opciót a szelszámvezérlőhöz, ami azt jelentette, hogy nem csak egyeneseket, meg köröket tudok megmunkálni, hanem tetszőleges felületeket tudott megmunkálni a gép. Ez, azt hiszem, egy francia vezérlés tudta akkoriban végezni, és én meg személy szerint próbáltam arra koncentrálni, hogy oké, az már megvan, hogy a szelszámpályát hogy vezéreljük, de hogyan lehet észrevenni, hogyha valami gond van a megmunkálás közben, például, hogy elkopik a szelszám, vagy eltörik a szelszám, és nagyon nagy értékű munkadarabok vesznek kárba. És úgy éreztem, hogy az lesz a következő lépés, hogy a szelszámi vezérlőt kiegészítünk, vagy mellé teszünk egy szelszámgép felügyeleti rendszerrel, és ott találtam érdekes kihívásokat. Egyrészt, hogy több jelet kellett real-time feldolgozni, erőt, rezgést, akusztikus emissziót, stb. És ebből kellene következtetni, hogy mi történt a szelszámmal. És a problémát főleg az okozza, hogyha különböző megmunkálási paraméterekkel dolgozunk, akkor a jelek is megváltoznak. Tehát a jeleket nem csak a szelszám kopás vagy törés befolyásolja, hanem egyéb különbözők, anyag problémák, illetve a megmunkálási paraméterek. És itt elkezdtem foglalkozni digitális elfeldolgozással, akkoriban már alakfelismeréssel, hogy hogyan tudjuk a jelekből a szenzorfúzió alapján alakfelismeréssel felismerni a szituációkat, és hogyan tudjuk ezt megtanulni. És egyébként az, hogy kijutott Milánóba, vagy ez az egész millió ott, az természetes volt, vagy nagyon más, sok mi izgalmas? Akkor már járhatunk Nyugatra konferenciára, tehát publikáltunk már, és jártam az Inriába, Párizsba, 60 József a főosztályvezetőnk megszervezte, hogy ott még szemináriumot is tarthattunk, és egy év alatt megtanultam úgy németül, hogy ahol akire kevesebben pályáztak, hogy tudtam pályázni, és 60 József felhívta az egyik ákeni professzort, hogy fogadjon engem. Ákenben szerencsém volt, mert éppen akkor kezdtek kifejleszteni egy multiprocesszoros szelszámbéfejtű rendszert, amit én már gyengébb eszközökkel itthon is az elméleti részén túl voltam meg a programozáson, és akkor az egésznek a programozását rám bízták. És akkor egy ilyen világszerte újdonságot hoztunk létre, ami több jelet tudott feldolgozni, szenzorfúziót végzett, online számította bizonyos jellemzőket, és alakfelismerés tanulási algoritmusokkal döntött, hogy milyen állapot van a gépen. Ide tartozik, hogy a ákeni munkám során, ami után alkalmam volt az MIT-n és Berkeley-ben is szemináriumot tartani, amire nagyon büszke voltam, egy Minneapolis professzor nagyon meg akart hívni. És elhívott, bemutatta a tanszékét, és azt mondta, hogy az egészet egy félvezető chipbe akarja megcsinálni, mert a szelszámlapka alá fogja beilleszteni. És addig-addig dolgozott rajta, hogy végül egy vendégprofesszori állást teremtett nekem, de akkor derült ki, hogy elnyertem egy 2 éves Humboldt ösztöndíjat. És abból, amit ott kint csinált, abból itthon születtek esetleg valamilyen eredmények? Vagy mennyit ott abból, most másképp nem lehet, hogy nem jó szóval gazdom, hogy a fejébe hazahozni, de mégiscsak, hogy itt... Az ákeni munka alapján csináltam a kandidátusi dolgozatomat és a nagydoktori dolgozatomat részben a Paderborni munka során alapján. A Stakiban 92 és 2006 között az intelligens gyártási és üzleti folyamatot kutató csoport vezetője volt. Mit jelentett ez, hogy intelligens gyártási és üzleti folyamatok? Igen, az intelligens gyártás fogalmát a nemzetközi életben 60 József vezette be egyébként. Ő úgy definiálta, hogy ezek a gyártórendszerek olyan rendszerek, amelyek képesek előre nem látott eseményeket, előtte nem ismert eseményeket hiányos és bizonytalan információk alapján is azonosítani.
Tehát, egy gyönyörű. De úgy is mondhatjuk más szempontból, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát a gyártásba felhasználni. Ez rendkívül törő volt akkoriban. Ezek az alapfelismerési dolgok, meg neurális hálókból jött az én kapcsolatom ez a témához. A Humboldt után közbasztaki átalakult, tehát kutatóegységek jöttek létre, úgynevezett autonóm kutatóegység a szakén belül, ahol a kutatás volt elsősorban. Oda kerültem és megalapítottam egy új csoportot. Ez egy autonóm kutatócsoport, ez miben vonat jelentkezett? Az, hogy bizonyos önállósággal rendelkezett a szakén belül, úgy emlékszem kb. 60 ember, akik előtte letettek annyit a kutatás területén, hogy a rendszerváltás utáni szituációban érdemes volt ezt a 60 fős magot megtartani, és utána pár évvel utána egyébként ennek a vezetőjét választották a kutatók. És már nem emlékszem, hogy melyik évben, de egy 95 körül én lettem az autonóm kutatóegység vezetője. Azokban az években volt már annyi nemzetközi írunk, hogy a intelligens gyártórendszerek második világkonferenciáját már mi szervezhettük. Igen, egy kicsit előre futottunk, még hadd kérdezzem meg, hogy tulajdonképpen ezek a gyártási folyamatok, ezek lehet így kérdezni, milyen technológiákhoz kapcsolódtak, mire vonatkoztak leginkább? A maga folyamat, tehát nem rendszer szinten, az marás, húrás, esztergálás, ezek voltak az alapfolyamatok. Tehát a széles körbe hagyományosan szükséges tevékenységek. Tehát amiket például a dialóg ciencia vagy más feszülő vezérelt, ezt tettünk hozzá szenzorokat. Még annyit hát kérdezek meg, hogy ennek a kutatócsoportnak mennyire voltak közvetlen ipari kapcsolatai? Voltak-e olyan ipari kapcsolatai, amik meghatározóak voltak, vagy... Inkább a... Már a kutatólaboratóriumnak, ami úgy emlékszem 95 körül jött létre. A legjelentősebb partnerünk a General Electric volt Magyarországon. Uh-huh. Akkoriban például modelleztük és ütemeztük a világ legnagyobb lámpagyárát, amit inkább izzógyárnak illik nevezni. Nagykanizsán volt, és több mint 100 gyártósorból állt, és hát erre nagyon büszkék voltunk, mert ezt az egészet kezelni ütemezés területén, meg egyéb szempontokat is. Egyébként a General Electricnek készítettünk olyan rendszert is, ami az adatokat gyűjtötte a gyártás során, és az alapján kellett eldönteni, hogy a végső termék megfelelő lesz-e vagy nem, mert hogyha vezető autógyárak álltak 1 millióból, hogyha 10-et visszaküldenek, mert idő előtt elromlanak, az már probléma volt a General Electricnek. Tehát az volt az egyik rész, a másik pedig a nagy rendszereket irányítani, tehát mondom, több mint 100 gyártósor. Sőt, a beszállítókkal együtt nagyon nagy tapasztalat volt, megtanultunk az ipar nyelvén beszélni. Nagy tapasztalat, hogy körülbelül 16 éve ezelőtt tartottam egy szemináriumot a Hitachi Yokohamai Research Centerében, és azóta minden évben kutatási projekteket adnak a labornak, és olyan szempontból, hogy fizetik a kutatást, de jogunk van 50-50%-ban a szabadalmakban részt venni. Sőt, olyan is volt már két alkalommal, hogy fizettek azért, hogy egy Hitachi kutató itt dolgozzon a laborba. Úgyhogy akkor biztosan mondtam, hogy bevezetjük a negatív fizetést, mert kapunk külföldről. Tehát az egyik sikertörténet a laboratóriumnak a megszakadatlan együttműködés a Hitachival. Ha külön számítjuk a szabadalmakat különböző kontinenseken, mondjuk akkor kb. 20 közös szabadalommal, és rendkívül kihívást jelentő feladatokat adnak minden évben. A másik meg Fraunhofer kapcsolat németekkel. Uh-huh. Fraunhofer társaság most kb. 70 intézetével, kb. 30 ezer munkatársal, a világ legnagyobb alkalmazott kutatóintézete. És mi úgy gondoltuk, hogy azt, aki elsősorban azért egy elméleti intézet, de mi igazán mérnöki területen dolgozunk, mi alkalmazás nélkül nem élünk. És személyes kapcsolatok alapján 2002-ben alakítottunk egy virtuális intézetet, utána hivatalosan képviselő lettünk a Fraunhofernek Magyarországon. Én a Fraunhofer elnöknek egyik főtanácsadója lettem, és pár éve, 7 éve már van egy közös cég azt, akinek a Fraunhofer intézettel,
a gyártás automatizált eredményeinket az iparba vinni, és ez a cég már tengeren túlon is több sikeres projektet csinált Egyesült Államokban, Hongkongban, most úgy találtam, hogy Vietnámban ez projektjük. 1995-ben habilitált a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán. Miért tartotta fontosnak az egyetemi kapcsolatok építését, vagy ezt az egyetemi világot? Hát egyrészt már a egyetemi doktorim, ugye is a BME-n volt, igaz, hogy villamoskaron, utána meg még altani főosztály alatt létrehozott azt, aki egy úgynevezett kísérleti üzemet, ami azt jelentette, hogyha itt kifejlesztésre került valami, esetleg egy éppen egyetemi együttműködéssel, azt akinek nem volt terepe, hogy hol próbáljuk ki. És akkor a Horváth Mátyás vezette gépgyártás technológiai tanszékkal szoros együttműködés alakult ki, tehát a Dialog CNC ott lehetett kipróbálni. Amit nem említettem, Várai Tamás barátommal az első mikroprocesszoros robotvezélőt csináltuk, és az is ott lesz tesztelve, hogy az első gyártócellát, ahol robotok és szerszámgépek dolgoztak együtt, ott teszteltük. Tehát ez mikor volt körülbelül? Gépész körülbelül, ez a 70-es évek vége, 80-as évek vége, inkább 70-es vége, és 81-82 maximum. Tehát becsöppentem egy gépész tanszékbe, ahol természetesen egyébként akkor ezeket a fejlesztéseket Tokió Egyetemről, meg innen-onnan jöttek nézni. Tehát a 60-i Józsefnek akkor a hatásköre volt, és tényleg olyan, mondhatjuk, hogy világszintű dolgok születtek, hogy jöttek fényképezni, meg stb. És akkor belecsöppentem, ugye ott jöttek a gyakorlaton a diákok, és akkor megmutattuk, hogy mit fejlesztettünk, és akkor volt egy ilyen ág, hogy ott habilitáljak, és a kandidátusimat gépész témából írtam, a nagy doktorit meg a számítástechnika és automatizási bizottságban az MTA-n belül, tehát ez a kettő között. Ezt persze azzal a veszéllyel is jár, hogy mint egy öttusázó, hogy esetleg nem tudna megnyerni egy vívó, de néha van egy olyan öttusázó, aki a vívó versenyt is megnyeri, de... 1998 és 2002 között a Műszaki Egyetem gépészmérnöki kar integrált gépészeti informatikai rendszerek tanszék vezetője volt. Mi volt ennek a tanszéknek a profilja akkor? Ez egy érdekes helyzet volt, mert egyrészt az egyetem egyre inkább támaszkodni akarta a szakinak ennek a szakin belüli e-társaságnak a tudására, másrészt pedig két egyetemi tanszéket összevontak, és hát vezető kellett, és akkor egy ilyen háromlábú tanszék lett. Ezt egy ideig vállaltam, és utána már egyrészt a Stakiba a vezetői szerepem egyre növekedett, másrészt pedig hát nem akartam túl sok lovon ülni, inkább az eredeti gépész tanszékhez, az akkori gépgyártás technológiai tanszékhez mentem át egyetemi tanárnak, de attól kezdve nem vállaltam tanszékvezetői állást. Nagyszámú nemzetközi szakmai szervezet választott tagja. Melyek ezek közül az, amelyik az ön számára igazán fontos, meghatározó szerepet tölt be az életébe? Hát a legfontosabb a úgynevezett CRP, ami a International Academy of Production Engineering. 60 József volt tagja, de elhunyta utána egy üresedés volt, és büszke vagyok most, hogy ez MIT-t tartottam szemérelmet, és kérdezték, hogy most mi lesz a 60 József halála után, akik segítették egyébként az amerikai gyógyítását, el is mondták nekem, meg valószínűleg tudtunk is, hogy mi lesz. Hát mondom, nagyon nehéz lesz pótolni, és most már elkezdtem a mondatot, mondom, azt mondták, hogy minden úgy látjuk, hogy maga lesz az utódja. Uh-huh. És lényegében svéd kezdeményezésre, tehát támogatók ennek, hogy valaki tag legyen. 93-ban tartottam a bemutatkozó előadást, és 94-ben választottak meg, és utána különböző tisztségeket betöltve végül elnök lettem. A másik szervezet, aminek szintén jelentős szerepet töltöttem be, a International Federation for Automatic Control, aminek Vámos Tibor jó régen elnöke is volt. Itt az én területemen 6 évig voltam, technikák komité vezetője gyártással kapcsolat, és az a fölötti úgynevezett Coordination Committee-nak voltam 6 évig a vezetője, tehát ilyen szinten a
nem a CIP elnökségig, de a saját életen a legmagasabb szintre jutottam. Egy-két ilyen szakmai szervezet még van, amelyiket akadémiának hívják szintén, de amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy úgy tudom, talán még mindig a Német Műszaki Akadémiának egyetlen hazai tagja vagyok, az AKATEK-nek körülbelül 10 éve, és a belga királyi Tudományos és Művészeti Akadémiának azt hiszem szintén egyedüli hazai képviselője vagyok. Szerzője vagy társszerzője? Most nem tudom, milyen számot mondjak, hány publikációnak. Én még azt olvastam, hogy több mint 450-nek, hát gondolom, hogy kb. Valahol elkerül. Hát azt hiszem, hogy közel 450 körüli van. Milyen témákban írt, és miért fontos önnek a publikáció? Az első témák érdekesek voltak, mert például jelfeldolgozó konferenciákon is fölírtam, még fiatal kutató, meg alaskarismerési konferenciákon is, és később pedig voltam, amikor robotikai konferencián voltam, amikor gyártás konferencián voltam, amikor mesterséges intelligencia konferencián, de mindig ezeken a határterületeken mozogva. Őszintén megmondom, hogy a kérdésre nekünk az egy nagyon incsiklandó dolog volt 70-es, 80-as években egy nyugati konferenciára elmenni. Nekem az első jó pár évben, ha külföldi volt, akkor csak külföldi konferencia volt, és egy kicsit késéssel kapcsolódtunk rá a folyirat dolgokra. Amikor már PhD hallgatóim volt, akkor világos volt, hogy akkor már olyan élet volt, hogy nemzetközi folyóiratokba kell publikálni. Ide tartozik, hogy a CIRP-en kívül, meg mint én a Computers Industry-nak egyik főszerkesztője voltam, vagy egy új IEEE folyóiratnak voltam az alapító főszerkesztő helyettese. Tehát amikor már az ember benne van a gépezetben, mint főszerkesztő vagy főszerkesztő helyettese, akkor konfrontálódik azzal, hogy milyen, nagyon sokat lehet tanulni, hogy milyen cikkeket küldenek be, mik az új területek, és akkor a fiatalok is, meg én is próbáltunk ilyen helyeken publikálni. Ezek után nem csoda, hogy a munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Én nem is sorolnám fel mindet, mert számtalan van. A legjelentősebbeket említeném. Benedik Otto díjat, Gábor Dénes díjas, Bánki Donát érmes, 2010-ben a Magyar Köztársaság érdemlen lovak keresztjével tüntették ki, 2016-ban Széchenyi díjban részesült, de kapott életműdíjat a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán, és 2023-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át. Mit jelent önnek ez a sok elismerés? Van-e köztük olyan, amelyik különösen kedves? Hát ez mindig visszajelzés arról, hogy esetleg jól csinált valaki valamit. A Gábor Dénes díj, úgy szoktuk mondani, hogy az a díj Magyarországon, amit a kollégák adnak, tehát szakmai díjként nagyon értékes. A Széchenyi díjról meg nem kell más mondani, hogy Kossuth díj, meg Széchenyi díj, az kiemelkedik. A középkereszt az tavaly kicsit meglepetésként élt, hogy valakik erre méltónak találtak. 2024. február 26 és március 8 között hagyományteremtő jelleggel megrendezésre került a SmartMind Fesztivál. Ennek témája a digitalizációs forradalom a kis és nagyvállalatoknál. Itt, mint a Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke vállalt szerepet. Mit jelent ez a platform? Mi volt a célja és mit reméltek, vagy hogyan sikerült ez a találkozó? IPA 4.0 a Nemzeti Technológiai Platform 2016-ban jött létre. Az a megtiszteltetésért, hogy attól kezdve elnöke vagyok. Ez az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére jött létre, azzal a céllal, egyébként német mintára, hogy az ipari digitalizációt Magyarországon elősegítsük, mégpedig ez egy olyan klub, ahol igen pozitívan szerintem együttműködnek a ipari cégek, nagyváltok, kisváltok együtt, a kutatóintézetek is, és az egyetemek is.
Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy kb. Két év szervezés alatt 100 taggal indult ez a társaság. Itt volt a Richter, meg sok, sok nagy és kis cég is. És követtük a német mintát, tehát különböző munkacsoportokat hoztunk létre. De büszkék vagyunk például arra, hogy nagyon hamar megírtunk egy elég jelentős COVID tanulmányt, hogy milyen hatása lesz a gyártásra, beszállító láncoktól kezdve az alacsonyabb szintű dolgokra és a COVID világjárvány. Ezt részben az indította, hogy Vánce József kollégám együtt egy amerikai folyóiratból kaptunk egy felkérést, hogy erről írjunk, és akkor ennek kapcsán jött, hogy Rick Szészmenner a cikkre alapozva, összefogva az ipari embereket is a platformon belül készítsünk egy ilyen tanulmányt, ez meg is született. Meg lehet kérdezni, hogy mi volt ennek a rezüméje? Hát különböző szinte, az egyik logikus rezümé, hogy sok mindent úgy lehet elkerülni, hogy digitalizálunk. Tehát amikor az emberek kiesnek, például most hirtelen ez jut eszembe, akkor digitalizáció segít. A másik, hogy milyen termékportfóliókat kell előállítani a cégeknek, amit rugalmasra tudnak váltani. De még inkább az, hogy a beszállító láncok, vagy a úgynevezett termelési hálózatok hogy tudnak működni. Az volt az ötletünk, egyébként a platformba pár éve vezettük, hogy minden poszton van egy úgynevezett akadémiai ember és egy ipari. Tehát én vagyok most az elnök, mint akadémiai, és a Bosrexot vezérőtója Ás István az ipari elnök, tehát közösen vezetjük a platform, és ez nagyon pozitív szerintem. És lényegében az ő ötlete volt, hogy elsősorban a tagok nyissák meg kapuikat, ilyen akció már korábban is volt azért, a nagy közönség meg a beszállítók részére is, tehát és az újabb tendenciák ugye arra mennek, hogy nem a régi álom, hogy ember nélkül gyárat csinálni, hanem olyan gyárat, ami az embert legjobban támogatja. Olyan szempontok vannak, hogy a gép tanítja az embert például, meg honnan tudnak. Hát a Stakinak, a laborunknak a egyik legfőbb témája mostanság az ember-robot kooperáció. Hát hogyan tudunk olyan rendszereket létrehozni, akkor a robotok és az emberek biztonságosan tudnak dolgozni egymással. Nagyon sok tevékenység és színes tevékenység között hol és mivel kapcsolódik ki és töltődik fel? Hát nekem az életemben a munka vagy kutatás ugyanaz, tehát mindig élveztem, amit csinálok, ez egy nagyon fontos dolog, a másik mindig is a család volt. Amikor a szüleim éltek, ők is természetesen ebbe a körbe tartoztak. Aztán a gyerekek, most már 4 unoka, ma reggel is én vittem 2 iskolába. Matek versenyre felkészítés, kirándulás. A legnagyobb fiammal kék túrázunk, még mindig nem fejeztük be, de már nincs sok hátra. A sakk valamennyire, azt szoktam mondani, én interneten szoktam 2 perceseket játszani, hogy jobban felfrissít, mint a kávé. Végül hadd kérdezzem meg, hogy nagyon régen foglalkozik a mesterséges intelligenciával tulajdonképpen. Mondhatnám, hogy elsők között. Ön mit gondol, hogy a mesterséges intelligenciának milyen területen lesz igazán meghatározó szerepe? És mennyire változtatja ott meg majd az életet? Valószínűleg a technológia, a hardware technológia, a szoftver technológia fejlődött már annyira, hogy sok területen értelmes alkalmazások vannak, lehetnek. Az első ilyen például, most akkor ne a gyártást tegyem előre, hanem például az egészségügy. Staki vezeti a Nemzeti Mesterséges Intelligencia Laboratóriumot, és ott látom, hogy a többi nemzeti laboratórium is mennyire keresi a mesterséges intelligencia való kapcsolatot, és hát az egészségügyben fantasztikus lehetőségek vannak. Ez az egyik, amikor adatbányászati terület, a másik a képi feldolgozással kapcsolatos, tehát egy tumor felismerés, a többi, az fontos dolog az egészségügyben. Ugyanígy a gyógyszerkutatásban. Tehát például büszke a laboratórium arra, hogy a gyártásban megszerzett tudást hogy lehet egész más területre átvenni. Tehát most egy nagy európai projektek részesei vagyunk, ahol személyre szabott rákgyógyszernek a
annak a gyártásának az ütemezése például. Tehát a cél az lesz, hogy a betegágy mellett ott áll egy kis mondjuk reaktor, ami gyártja a gyógyszert. És ha már mesterséges intelligencia felhasználásán vagyunk, nem a gyártás mondtam először, de egyre inkább látjuk, hogy a korábban lenézett gyártási területek az egyik legincsiklandozóbb területeké váltak a mesterséges intelligencia felhasználása során. Mert ezek a világot átterítő beszállító hálózatok az egyik legkomplexebb rendszereket képezik, amit az ember megalkotott. És esetleg egy, ha már titkosítás vagy adatbiztonság is felmerül, nem csak a banki adatok nagyon érzékenek, hanem egy cég hogyan védi meg az adataikat, amikor együttműködik másokkal, és így tovább. Hatalmas lehetőségek vannak a mesterséges intelligencia előtt, és nagyon örülünk, hogy a hazai kutatásokat a Nemzeti Laborban a STAKI vezetésével folytatjuk. És hát ezt erősíteni is kell. Én nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.